Csaknem 4,5 kilométernyi mellékút újult meg Nagytarcsa térségében, az új Széchenyi terv keretében. A Cinkota és Zsámbok közötti összekötő út felújítása mintegy 1 milliárd forintból valósult meg. Pest megyében több mint 16 milliárd forintból megközelítőleg 89 kilométernyi utat újítanak fel. Először adták át a Tehetségbarát helyi és nemzetiségi önkormányzat címet. A Magyar Nemzeti Múzeumban tartott december 6-i ünnepségen Szada külön díjat kapott, mert a község általános iskolája nagy hangsúlyt helyez a tehetséggondozásra, csaknem 20 tehetséggondozó szakkört működtet. Adományokat gyűjt a Blahájét Társaság, a több mint 10 éve működő gödöllői civil szervezet elnöke, dr. Bucsi László azt kéri, aki teheti, járuljon hozzá a Blaha városrészben, a Ligeti Juliska utcában található játszótér fejlesztéséhez.